Az Őcsényi Perszelmó általános iskola Őcsény község központjában helyezkedik el. Három feladatellátási helyünk van. Ugye a régi hagyományok szerint külön felekezeti iskolák voltak, és így a református templom mögött volt az egykori református iskola, ez az alsó tagozatunk. Itt a Perszel utcában van a felső tagozat, és fő utcán pedig a tornaterem. Közel van egymáshoz, ez körülbelül egy 100 méteres körben, tehát pedagógusaink jönnek-mennek az épületek között. A képzéseinkről azt tudnám elmondani, hogy kétféle képzést indítottunk. Első osztályban volt az általános tantervű képzés, ahol magyarból és matematikából plusz órában tanulnak a gyerekek, megalapozva ezzel az alapvető készségeiket, képességeiket. Ők negyedik osztálytól választhatnak angol vagy német nyelvet. A másik képzésünk a nemzetiségi német nyelvi képzés. Ott a tanulók már első osztálytól 5 órában tanulják a nyelvet, és 1 órában a német népismeretet. Ők azért 8-ban elég magas szintre érnek el német nyelvből, és a középiskolában azért könnyebben veszik ezeket az akadályokat. Iskolánk ökoiskola, az idén nyertük el másodjára az ökoiskolai címet. Nagyon ügyelünk arra, hogy a tanulóinkat a környezetvédelemre, a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra neveljük. Nem csak a szelektív gyűjtéssel, hanem védnökséget vállalnak a gyerekek egy-egy területen az iskolában és az iskola környékén, ezt tápolják, rendezik, és sok programunk kapcsolódik ehhez az ökoiskolához. Fontosnak tartjuk azt, hogy a tanulás mellett a nevelésnek ezt a szegmensét is a gyerekekkel elsajátítassuk. Mivel Sárközi településről van szó, a hagyományápolás is fontos szerepet játszik, mégpedig alsó tagozatban az 5 óra testnevelésből 1 óra néptánc zajlik, amit nagyon lelkes pedagógusunk tanít, a gyerekek imádják, és talán ezzel későbbiekben majd a hagyományőrző néptánc együttesbe kerülhetnek ezek a gyerekek, akik tényleg nagyon szeretnek táncolni, emellett kézműves szakkörünk is működik. A hagyományok mellett azért az újításokra is nyitott vagyunk. Nagyon sok lehetőségünk adódott az utóbbi pár évben pályázatok útján, hogy az informatikai parkunkat fejlesszük, és mind alsó tagozatban, mind a felsőben sok óra zajlik már interaktív módon. Az idei évben, de tavaly is, és az utóbbi években nagyon sok versenyen vettünk részt, sportversenyen rengeteg, floorball, foci, atlétika terén, megyei első helyezéseket is hoztunk el, és nagyon büszkék vagyunk a Mező Ferenc Szellemi Olimpián, ott az országos háromba mindig benne volt az iskolánk az utóbbi években. Történelemversenyeket is nyertek a gyerekek országosan, illetve van egy kolléganőnk, aki a Tolna megyei értéktár kapcsán hagyományokat gyűjtött a gyerekekkel, és ott is elismerték a munkánkat. A versenyek mellett, tehát a tehetséges tanulók mellett a felzárkóztatása is azért nagy hangsúlyt fektetünk. Ugye említettem itt már korábban, hogy az alsó tagozatban plusz órákkal magyarból és matematikából, felső tagozatban pedig korrepetálásokkal segítjük a gyerekeket, azokat, akik hát felzárkóztatásra szorulnak. A tantestületünk egy nagyon összeszokott, jó kis csapat, együtt tudunk dolgozni, akár délelőtt, akár tanórán kívüli tevékenységekben, és azt gondolom, hogy az iskola nagy előnye a családias környezet, ami egy ilyen kis településen nagyon fontos.